A Smart City jelentése intelligens infokommunikációs város, egy jól működő digitális város. A nyíregyházi főiskola ezzel a pályázattal arra vállalkozott, hogy feltérképezze, hogyan is alakítható akár Nyíregyháza, vagy a megye más városa Smart City-vé. Ez egy lehetőség egy kísérletre, amellyel megvizsgálhatják, hogyan válhat egy város digitális okosvárossá. A kormány fog indítani olyan fejlesztési programokat, visszanemtérítendő támogatásokkal, amelyekkel az úgynevezett smart city-ket lehet építeni. Tehát azokat a smart városokat, amelyekben az ott élő polgároknak végül is könnyebb lesz az életük, vagy mondjuk úgy, hogy hatékonyabban tudják az ügyeiket intézni, nagyobb biztonsággal jutnak munkához, nagyobb lehetőségük van arra, hogy saját maguk elképzelt tevékenységével, vállalkozási formában tudjanak kapcsolódni a helyi vagy távolabbi piacokhoz és gazdaságokhoz. A közlekedés szervezésben, a környezetvédelemben, de akár az egészségügyben is jól lehet használni az új, hálózatba kapcsolt infokommunikációs eszközöket. Ez a program lehetővé teszi azt is, hogy a nyíregyházi főiskola bekapcsolódjon országos és nemzetközi szinten is ennek a területnek a kutatási folyamataiba, és a főiskolán belül zajló kutatási tevékenységet is bővíti, emellett szélesíti a képzési palettát. Smart City demonstrációs és szimulációs eszközöket is beépítenek az oktatásba. Egy másik hamarosan induló magyar-román pályázat kapcsán is megkeresést kaptunk, hogy ott is érdemes lenne ezt a technológiát továbbvinni, akár határon túli egyetemeken vagy városokon kipróbálni azt a Smart City Pilot modellt, azt a szimulációs modellt, amit itt gyakorlatilag a főiskolán 3-4 hónap alatt igyekszünk felépíteni. A kutatási eredményeket a főiskola mellett hazai és nemzetközi kutatócsoportok hasznosítják majd, települési szinten pedig gazdaság- és térségfejlesztési stratégiáknál is használhatók az eredmények. A most induló 3 hónapos projektre 96,3 millió forintot nyert a nyíregyházi főiskola.